engem már nem az érdekel, hogy mi az, ami szétválaszt, hanem az érdekel, hogy mi az, ami összeköt. Nem érdekel, hogy ki a jobb és baloldali. Nem érdekel, hogy ki a mérsékelt és ki a radikális. Nem érdekel, hogy ki a konzervatív és ki a liberális. Nem érdekel. A kiegyezés 150. évfordulója van. Milyen kevés szó esik erről. Talán itt lenne az ideje, hogy akik ezt az országot építeni akarják, ők ki tudjanak egyezni egymással. A jobbikos Dúró Dóra szerint a pártja örül a melegektől kapott szavazatoknak is. Az ellenzéki párt parlamenti frakcióvezető helyettesét szerdán kérdezték Vona Gábor pártelnök október 23-án elhangzott szavairól, miszerint nem érdekli, hogy ki a konzervatív és ki a liberális, ő már nem azt nézi, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt. Dúró Dóra az MTI tudósítása szerint közölte, a Jobbik elnöke nem pártokkal való politikai együttműködésről, hanem a szavazókról beszélt, és mindazokat várják, akik azonosulni tudnak értékrendjükkel. Arra kérdésre, hogy ez a melegekre is vonatkozik-e, azt felelte, ha valakinek ilyen a szexuális irányultsága, de úgy érzi, hogy a Jobbik képviseli az ő érdekeit, akkor örülnek neki, ha rájuk szavaz. Tivadar helyesbítettél. A Dúró Dórával kapcsolatban. Ja igen, Dúró Dóra azt mondta, hogy nem ezt mondta, tehát nem jól idézték a szavait, de itt a lényeg a következő, hogy egyelőre nem látom, hogy mi köt össze a Jobbikkal, de Orbán Viktor csak két lépcsőben lehet megverni. Aki azt hiszi, hogy 51-49-szer le lehet győzni, nem lehet, mert Elbáról visszajön. Aki tudja, a Tirén tengeren egy kis sziget közel Franciaországhoz, Szent Ilonára kell vinni Orbán Viktor politikai értelembe, mert akkora pénzük van, akkora hatalmuk van, hogy pillanatok alatt egy ilyen olajfa koalíció szétesik. 48-ban és 56-ban is villámgyorsan szétesett volna a győzelem esetén az a társaság, amelyik megnyerte. Tehát el lehet képzelni egy érdekszövetséget a Jobbikkal, ahogy a II. Világháborúban is nagyon egymással élesen különböző országok egyesültek a Hitler ellen, de azt nem lehet elképzelni, hogy közösen mi kormányoznak. Lesz utána, hogy mi lesz utána? Igen, mi lesz utána, mi de lesz utána? Ezt a kétlépcsős megoldást fel lehet vetni, mert matematikailag másképp nem lehet győzni. Nem csak matematikailag, a választógi szabályok szerint sem így lehet van. Másképp. Adrien, a Vásárhelyi Mária, a Kőszeg Ferenc neve mond magának valamit, ugye? Igen. Ők is azt mondják, hogy a Jobbikra kell szavazni, ha meg akarják buktatni a Fidesz kormányt. Márpedig, ha ők ezt mondják, akkor azt ők komolyan gondolják. Az a kérdés, hogy kinek mit tudunk elhinni még, és most nem a Vásárhelyre gondolok, bár bárkire gondolhatok már gyakorlatilag, tehát ennek az ilyen össznépi bohózatnak az a legsúlyosabb tanulsága, hogy gyakorlatilag nem lehetek biztos már semmiben. Tehát én egyszerű földi halandó, aki nem vagyok benne a napi politikában, egyébként benne kell lennem kulturális újságíróként, és sportújságíróként is, mert nem lehet olyan, hogy nem függ össze minden mindennel. De kinek higgyek? Ki? Tehát nagyon-nagyon szép, amit elmondott a Vona. Én lennék a legboldogabb, hogyha ennek én tudnék hitelt adni. Azt, hogy erre van, akkor szavazzon rá. Persze, csak hogy az a helyzet, hogy ha közben már előtte háromszor a pasi félrement, akkor amikor akármilyen szépet mond, nem biztos, hogy el fogom Ágnes. Neki hinni. Én szerintem most ráfordulunk lassan a választásoknak, ha nem is a hajrájára, de most már azért egy ilyen intenzívebb időszak jön, nem mintha eddig nem lett volna intenzívebb, és azt látszik a pártoknál, hogy hogyan próbálnak meg a szavazókat, milyen retorikai elemekkel próbálnak meg szavazókat honnan elhozni. Például Vona Gábor ugye az MSZP körüli botrányok után azzal jelentkezett, hogy ő várja a baloldali szavazókat. Na, én is ezt mondom, hogy na, de addig ezt nem lehetett kimondani, ő eddig ezt nem mondta, eddig ugye az volt az MSZP elintézte neki. Az MSZP elintézte neki, hogy mondhassa. Azért mondtam, igen, hogy az MSZP-n belüli válások után. Tényleg nevetségesek. Ugye ezzel állt elő, sokan felkapták a fejüket, egyébként az említett Vásárhelyi Mária is, de többen is, hogy miért akar engem, tették fel a kérdést, hogy engem, mint baloldali szavazót, miért akar engem, mit akar tőlem Vona Gábor. Aztán utána elkezdték mondani, hogy igen, ha elkezdem összeadni, ha így adom, úgy adom. Hát, tehát Vona Gábornak szerintem, és jelenleg a Jobbik helyzetét nézve, teljesen logikus az, hogy ő ezt mondja. Tehát most politikai értelemben. De majd, hogyha a választópolgár is azt mondja, hogy tök logikus. Egyetlen párt, amelyik egyben marad. Az egyetlen kérdés, hogy szerintem neki még kevés idő telt el ahhoz, ahogy ő brendet vagy irányt váltott. Tehát, hogyha eltelt volna, emlékszünk Orbán Viktorra, aki szintén váltott elég sokat, méghozzá elég radikálisan, csak eltelt már nagyon sok idő ahhoz, hogy elhiggyük neki azt, hogy ő most már itt tart. A Vona is váltott, csak még kevés idő telt el ahhoz, hogy egyetlen hiteles legyen. Nem azt mondtam, hogy Vona
el kell szavazni. Én azt mondtam, Vona Gábort le kell győzni, de csak az Orbán Viktor legyőzése után lehet legyőzni. Nem tudok egyetérteni az össznépi bohózat megjelenési formációval, mert ez egy nagyon kemény választójogi törvény. Olyan kemény választójogi törvény, ami ezzel szemben nincs más megoldás, mint hogy akár orbefogással, de mindenkinek össze kell fognia, mert olyan a rendszer, hogy egyfordulós, és sajnos csak azok vihetnek eredményt haza, akikre az emberek egy helyre leszavaznak. Tehát nem szabad választani. Gyuri, mondok egy példát, Mellár Tamás indulni fog. Hát kíváncsi vagyok arra, hogy nem mindenki őt támogatná például Baranyában. 106 Mellárt kell indítani. Igen. Ez igen, a megoldás, ez és mindegy, hogy mindegy, és nem kell a színpadon kiállni, bocsáss meg, és azt mondani. 7 évet pazaroltak el, hogy megtalálják a 106 Mellár Tamást, ezt kellett volna csinálni az ellenzéknek, és nem 1%-osoknak Orbán én értem a célt. Egyetlen magyar állampolgár vagyok, aki ezért még egy egyesületet is létrehoztam, és azt mondtam, hogy csak ez az egy megoldás van, el kellett jutnunk odáig, hogy többiek is meglátják. Még egy jó hírem van. Felesleges dolog televízió műsorokban, rádió műsorokban, interneten arról beszélni, őt szeretem, ő vele nem ülök le, vele leülök, tessék kérem odahaza megbeszélni ezt a Spice-ban. Jó. És utána a választónak elmutatni, hogy ki a legjobb jelölt abban a körzetben. Doktor Magyar Györgynek igaza van, még egy mondat. Igen, csak lezárt, hogy értem, hogy világos legyen. Én ezt arra értettem, ahogy ezt az egészet sikerül kivitelezni, tehát hogy itt most konkrétan elhangzott a megbeszéltek alapján az, hogy szavazzanak ránk a melegek, csak aztán menjenek vissza a 4 fal közé.